jó teljesítményt nyújtottunk, magabiztosak voltunk. Fél időben már 2 gólos előnyünk volt, természetesen a kiállítás ezt befolyásolta, számunkra pozitívan, de a második fél időben is tudtunk 1 gólt rúgni. Egy kicsit ott akadozott a játékunk, szerettem volna, hogyha jobb, nagyobb helyzeteket, meg többet is alakítunk ki, de elégedett vagyok, örülök, hogy megvan az első győzelmünk. Igen, az eredmény természetesen 0-4 az nem vitatható, viszont a csapatot nagy dicséret illeti, hiszen nagyszerűen küzdöttek. Azon az első negyed órát jobban kezdtük, jobban benne voltunk a mérkőzésen, mint az ellenfelünk. Utána jött egy kiállítás és egy könnyen megítélt 11-es, ami azt gondolom, hogy nagyon nagyban befolyásolta a mérkőzést, és utána 70 percig, több mint 70 percig 10 emberrel játszottunk. De ebből 70 perc alatt a csapat megmutatta, hogy igenis itt a hely az NB1-ben. Igenis azt gondolta, megérkeztünk az NB1-ben, nagyszerűen küzdöttek, nagyszerűen játszottak. Másik fél elején rúgtunk egy gólt is, amit azt gondolom, hogy szabályos volt. Amit visszavont a bíró, tehát igazán nem volt szerencsés számunkra a bíró, hogy ténykedés igaz, egy kiállítás, egy ellenünk egy 11-es, egy meg nem adott gól. Ennek ellenére a fiúk az másik félre mindent megtettek, az utolsó pillanatig küzdöttek, hajtottak. Sajnos eredményre ez nem párosult.